Köszönöm szépen, még semmit nem mondtam, és már is sikerem van. Az igazán jó, köszönöm. Köszönjük szépen, egy kis hangerőtékre lehetett kérnék. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Falu-Palánycsényi műsorunkon. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai estéhez. Igyekeztünk olyan programokat készíteni, vagy olyan programokkal felkészülni, ami bízom benne mindenki számára szórakoztató lesz, de mielőtt belecsapnánk a műsorokba, azért szeretném megkérni Széchenyi Tamás polgármester urat, hogy néhány ünnepi gondolatot osszunk meg benne. Közelettével. Sokszor készítünk számvetést az elmúlt időszakról, az eltelt hónapokról, napokról, milyen módon zártuk az évet, pénzügyi szempontból hogy állunk, közelgő napokra megvettük-e már a megfelelő ajándékokat. Ezek a dolgok úgy gondolom, hogy nagy többségében előfordulnak a mindennapokban, a jelenlegüknél is. Gondolkodtam ezen a dolgon, és az jutott eszembe, hogy készítünk-e olyat, hogy az említett dolgok mellett olyat, hogy lélekleltár. Az elmúlt időszakról, hogy a lelkünk milyen kondícióban van, milyen állapotban van, mit értünk el, ami a lelkünknek jó, ami a lelkünknek jót tesz. Mik voltak ezek a dolgok? Felmerült ez bennem kérdésként, hogy készítünk-e ilyet? Erkölcsileg, morálisan. Jól éreztük-e magunkat a bőrünkbe? Tettünk-e olyan dolgot, ami jó vagy rossz irányba, de kihatott a lelki világunkra? Nem tudom, hogy ez a kérdés mennyiben jutott eszünkbe, vagy foglalkoztatta a jelenlevőket. Nekem ez eszembe jutott, és azért is, mert azt gondolom, hogy az említett, első között említett dolgok mellett, pénzügyi és egyéb más dolgok mellett azt gondolom, hogy ez egy igazán fontos dolog. Idefele jövet rádiót hallgattam, és egy gilvánfai idős cigányasszonyt szólaltattak meg. Gilvánfáról tudni kell, hogy Magyarország évek óta legszegényebb, legszerencsétlenebb sorsú települése. Ez a cigányasszony azt mondta, hogy ma is nagy szegénységbe él, gyerekkorában is nagy szegénységbe élt, de nagyon-nagyon gazdag karácsonya volt minden alkalommal. Mert ő úgy gondolja, hogy a szegénység mellett igenis lehet szép karácsonyt teremteni. Lehet szép karácsonyt teremteni a hittel és a megfelelő lelki világgal. Ha megkérdezünk itt a jelenlevőket, hogy miről szól a karácsony, azt gondolom, hogy a legtöbb szó a szeretet a családról, a családra érkezne. Bennem még fölmerül az is, hogy hol maradnak azok a szavak, hogy tolerancia, megértés, egymásra figyelés, melyek legalább olyan fontosak. Most szűkebb pátriámra visszatekintve itt Esztárra, azt gondolom, hogy vannak ilyen jellegű gondjaink, ami a lelkünkben nem hoz megfelelő megnyugvást, nem hoz megfelelő boldogságot a mindennapokra. Azért kérdeztem, hogy mit is jelenthet a karácsony, mert az említett szavak mellett, a család és a szeretet mellett azt gondolom, hogy mégis a karácsony az Jézus születésnapjáról szól. Aki elég fiatalon adta az életét azért, hogy nekünk ma élő embereknek, szűkebb értelemben az itt élőknek legyen lehetősége egy boldogabb életre.
teszünk-e meg azért mindent, hogy valóban boldog életünk legyen? Ez egy kérdés. Ez egy kérdés. És én azt érzem, nem véletlenül említettem a szűkebb hazámat, Esztárt, hogy szükség van arra igenis, hogy többet és jobban figyeljünk egymásra. Én azt érzem, hogy keveset beszélgetünk. Ha beszélgetünk, akkor nem a lényegről, és nem őszintén tesszük azt. Én hiszek abban, hogy ha ezekre odafigyelnénk, ami nem pénzkérdés. Nem pénzkérdés egymással öt értelmes, őszinte mondatot váltani. Nem pénzkérdés meghallani a másiknak a gondját, baján. Ez ingyen van. És higgyék el, nagyon jól esik a léleknek. Nagyon jól esik a léleknek, ha meghallgatjuk a másikat, és hogyha netán okoztunk másnak gondot, bajot, bajt, vagy nekünk, nincs attól szebb dolog, mint azt mondani egy őszinte beszélgetés után, hogy nem haragszom, vagy elnézést kérek. Ezek apró dolgok, de azt gondolom, hogy igazán fontosak és nagyban meghatározhatják a mindennapjainkat. Én ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani önökkel, mert tudván azt, mint vezető ember, hogy elég sok gond, baj van a mindennapokban, de én hiszek abban, hogy ha lelkünkben boldogabb életet élünk, akkor az kihat a családunkra, kihat a közösségünkre. Egy boldog ember pozitívan hat a másikra is. És én ebben hiszek. Én azt kívánom itt jelenlévőknek, azoknak, akik nem tudtak eljönni, hogy beszéljünk többet a következő évben, beszéljünk őszintén egymással, figyeljünk egymás gondjaira, bajaira, a meglévők mellett. Áldott ünnepeket kívánok önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen polgármester a szavait. Említette, hogy nem tudtak többen eljönni, hát valószínűleg azért, mert itt sem a tervünk, úgyhogy talán majd bővítünk valahogy, aztán befélünk mindenki, elég zsúfoltan vagyunk, de nagyon örülünk ennek, hogy ennyi ember kíváncsi a mai esti műsorra. És hát akkor bele is vágnánk a dolgokba, és rögtön a nagycsoportos óvodásaink lépnek a színpadra, de volt a karácsonyi műsorukat, fogadják őket nagy szeretettel. Ragyognak a gyertyák fenn a fenyőágon, úgy ragyog a lelkünk is, mint a sok kislány, a szeretet kopogtatott be most mi hozzánk. Ajándékot kaptunk egyszer nagyon rég, amikor a kis Jézus Betlehembe élt. Ajándéka nem más, mint a szeretet, azóta őrizzük ezt a nagy kincset. Szívünkben melengetjük, minden rossztól megóvjuk, egymásnak karácsonykor ajándék adjuk. A szeretet ünnepét még így ünnepeljük, egymást átölelve boldogan köszöntjük. Thank you.
a téli szél, bent a lámra sugarával virágít a gyertyafény. A fényes karácsonyfa annyi mindent mond nekem, szeretetről, békességről, mesél a szép ünnepet. Yeah.
Köszönöm.
Minden dolgozója nevében békés áldott karácsonyt kívánok, és boldog új évet mindenkinek!